meccset játszottam Magyarországon, és a következő pillanatban pedig a Chicago Bulls csapatában. Michael Jordan a Bullsnál még aktív volt. Igen. Tényleg úgy képzeljük el akár a Chicago Bulls életét, mint mondjuk a Jordan filmben? Én akkor voltam kint, amikor a Last Dance-et forgatták, és én teljesen azzal a csapattal együtt készültem abban a hónapban. Én a Milwaukee Bucksnak dolgozok, mint játékos megfigyelő. Már megvannak azok a source-ok, azok a források, akikbe bízom, és akik olyan információkat adnak, amik relevánsak, tehát amiket... Olyan James Bondos egyébként. A Horvátunk mai vendége nem más, mint a valaha volt egyetlen NBA-ben, amerikai kosárlabda ligában is magát kipróbáló kosárlabda bajnokunk, Dávid Kornél. Üdvözlünk szeretettel. Szia, hello. Köszönöm a meghívást. A hová tűnt, az kb. Igaz, de nem is igaz rád valójában, hisz te nem mozdultál el a mindenkori szerelmed a kosárlabda világából, a mai napig abban tevékenykedsz. De halljunk téged, mit csinálsz, hogy élsz ma? Igen, hát nem mozdultam el a kosárda mellett. A kosárda az életem nagy része volt eddig is, hiszen nagy többségben ezzel foglalkozom. Nagy többségben, szinte mindig, ugye azért, mert ráadásul a munkám is ehhez köt. Ugye én a Milwaukee Bucksnak dolgozok, mint játékos megfigyelő. Ez egy NBA csapat, aki esetleg nem ismerné, tavaly bajnok lett a csapat, most már 9. éve vagyok velük, és ahonnan kezdtük és ahova értünk, az egy nagy út volt ez alatt a 9 év alatt. Akkor került egyébként a csapathoz az Giannis Antetokounmpo, aki a liga egyik legjobb játékosa. Úgyhogy láttam, hogy jutott el a csapat elég test közelből, és az én feladatom az természetesen, hogy ennek a csapatnak próbáljuk minél több információval szolgálni Európában és a világ minden részén, hogy vannak-e olyan játékosok, vagy azok a játékosok, akiket ugye mi figyelünk, azok alkalmasak-e arra, hogy egyszer ott játszanak. Várjál, Kornél, de ezt hogy kell elképzelni? Te Magyarországon élsz? Igen. Magyarországról figyeled meg a mit, kit? Én rengeteget utazom, tehát az utazása, szinte minden héten utazom, tehát ez gyakorlatilag ebből áll a... De kinézed, hogy hol van egy olyan meccs, ahol olyan csapat játszik, amelyikből érdekelhet valaki, és akkor odamész? Leegyszerűsítve igen. Azért ennél bonyolultabb a dolog, hiszen igazán már nagyon titok nincsen, tehát nincs olyan játékos, akit úgymond fel kell fedezni, hiszen ahol előkerül egy olyan játékos 12-13 éves korban, aki nagy tehetségnek számít, abban az országban már erről a játékosról biztos, hogy készülnek valahol felvételek, valahol akármilyen híradások történnek. Na most nekünk ugye az a feladatunk, és itt az európai játékos megfigyelőkre, vagy a international, nemzetközi játék megfigyelőkre gondolok, hogy ezeket a játékosokat feltérképezzük, információkat gyűjtsünk róluk, megnézzük, hogy valójában illenek el ahhoz, abban a rendszerben, amit a Milwaukee Bucks ez esetben játszik, amit az edzők kérnek, és ez a játékos, ugye elkezdjük figyelni 13-14 éves korától kezdve, és 18 éves kornak meg kell tölteni 18 éves kort ahhoz, hogy a liga kiválaszthassa, vagy hát nem is a liga, hanem ugye egy csapat kiválaszthassa ezt a játékost. Természetesen figyeljük az idősebb játékosokat is egyébként. És Magyarországon is találhatsz egyébként ilyen jó játékost? Magyarországon ugyanúgy természetesen figyelem a játékosokat, de zömében azért itt a körülöttünk lévő országok ontják úgymond a kosárlabdázókat. Szerbia, Horvátország, Szlovénia, nem kell mondatni, ezek kosárlabdában, csapatsportában rendkívül erősek. De ez nem csak azt jelenti, hogy ide utazom, hanem utazom én Dél-Amerikától kezdve Ausztráliába, hogyha kell. Zömében természetesen Európában, tehát Spanyolországtól, Olaszországon keresztül, Németország, mindenhol, és nézem ezeket a játékosokat, gyűjtöm róluk az információt, egyrészt az, hogy kosárlabdában milyenek, másrészt pedig az, hogy milyen személyiségek, milyen emberek, milyen emberkék. És arról hogyan tudsz információt? Mert hogy milyen játékos, azt nyilván látod a pályán, hogy hogyan viselkedik, hogy játszik, de hogy milyen személyiség? Ez azért érdekes, mert ezek a játékosokkal mi nem kommunikálhatunk, tehát az NBA tiltja ezt. Tehát nem mehetek oda egy fiatal játékoshoz, és elkezdem kifaggatni úgy, hogy most akkor légy szíves, mesélj magadról, hanem ezt a szabály tiltja, hanem a körülötte lévő emberekről, edzőktől, szülők, stb., akik velük dolgoznak, akik ismeri őket, újságíróktól, akik látják őket nap mint nap, onnan próbálom beszerezni az információkat. Természetesen nagyon sok országban, ahova járok, már megvannak azok a szorszok, azok a források, akikbe bízom, és akik olyan információkat adnak, amik relevánsak, tehát amiket... Ez olyan kényelmes, olyan James Bondos egyébként. Na most ugye elképzelem magamnak, hogy a 206 centis Dávid Kornél beleolvadva a tömegbe, két fejjel kimagasodva. Tehát ezek szerint, ha te megérkezel egy meccsre, igen, akkor ott valójában mindenki tudja, hogy egy NBA csapatnak a megfigyelője van jelen? Nem feltétlen. Valamikor úgy megyek, hogy tudják, hiszen nem mindegy, hogyha a játékos is tudja. Ha valaki tudja ott a csapatnál, hogy megyek, akkor valószínűleg a játékos is fogja tudni, és a játékos lehet, hogy főleg egy fiatal játékos erre máshogy reagál a pályán, túlizgulja a dolgokat. Tehát nézem úgy is, hogy tudja, meg nézem úgy is, amikor nem tudja. Tehát megveszem ugyanúgy a jegyet, mint a bármelyik más szurkoló, beülök nézni a lelátóra a mérkőzést, és nézem azt, hogy ő nem csak hogy játszik, hanem olyan dolgokat, hogy mérkőzés előtt például, hogy melegít, kivel hogyan beszélget, mi van, amikor lecserélik. Ugye a kamera mindig csak általában azt mutatja, ahol a labda van. De az nem mutatja, hogy egy játékos lecserélnek, akkor a kispadon hogy reagál bizonyos dolgokra. És hogy kell jól viselkedni a kispadon, mondjuk egy játékosnak, van ilyen standard? Az a trükkje az egésznek, hogy nincs igazán standard. Tehát ugyanúgy egy nagyon jó családból, nagyon jó viselkedő játékos úgymond is megbukhat, meg ugyanúgy egy úgymond fekete bárány, aki csapkod, dúl full, mert lecserélték, játszani akar, vagy épp nem tökéletes családból érkezik, ő meg befuthat. Tehát nincs igazán szabály erre. Ez orr. Ezt érezni kell. Egyrészt érezni kell, másrészt pedig bizonyos szituációban lehet látni, hogy ez egy játékos hogy reagál a pályán. Az nagyon részben visszaadja egyébként a személyiségét is. Tehát olyan helyzetekben, amikor utolsó másodpercben kell elválni egy dobást, vagy olyan pressure, tehát olyan nyomás van rajta éppen, vagy egy döntő mérkőzésen, vagy éppen egy olyan mérkőzésen, ami nem számít, akkor hogy játszik. Tehát egy csomó olyan dolog befolyásolja azt, hogy ő mit ad ki magából, és hogy viselkedik, ami egy teljes képet ad nekünk arról, tehát gyűjtjük ilyen fájlba, tehát ilyen mappákba gyűjtjük az információt. Mondjuk tiszta nyomozós. És ezt prezentáljuk utána a sportdirektornak, ugye a döntéshozónak, a general managernek, aki eldönti, hogy ez a játékos érdemes odavinni és megpróbálni, érdemes neki több millió dolláros szerződést adni, vagy nem érdemes. Mennyit jársz Amerikában még? Hát évente olyan 5-ször kb. 5-ször? Igen. Hát a pandémia előtt jártam sokat, most a pandémia előtt ugye kicsit nehezebb volt, így csak 2-3-szor. És téged is egy ilyen játékos megfigyelő fedezett fel a Chicago Bullsnak például? Vagy oda már ilyen egyenesságon, mivel nagyon ügyes voltál, oda kerültél? Nem értek hozzá egyáltalán? Nem, nagyon jó a kérdés. Nagyon jó a kérdés. Már akkor is elkezdődött ez, abban az időszakban is a játékos megfigyelés nem volt ennyire kiterjedt hálózata. Akkor is voltak európai megfigyelők, sokkal kevesebb volt. Most minden csapatnál van legalább 2, de inkább 3 csak az európai. És ugye vannak Amerikában is, meg világ más részein is, Ausztráliában van source, Afrikában van forrás, tehát mindenhonnan van, ahol próbálják összegyűjteni az információkat, mert egy ilyen játékost ugye a liga teljesen kinyílt, nemzetközi szinten rengeteg nemzetközi játékos játszik Amerikában, és megpróbál mindenki megszerezni azt, vagy a legtöbb információt begyűjteni, hogy pont az a játékos, ha esetleg oda kerül a drafton, akkor nehogy elhibázza. Tehát végül is nem csak az a lényeg, hogy a legjobbat vigyük ki, hanem hogy ne veszítsünk olyan területet, tehát olyan játékost, aki esetleg jó lehet nekünk, vagy ne vigyünk olyat ki, aki valószínűleg meg fog bukni, mert nem alkalmas. Ez hogy alakult, hogy a pályafutásod befejezése után te ezzel kezdtél foglalkozni? Én szerettem volna kosárlabdában maradni, ugye én Spanyolországban játszottam 5 évet, és az utolsó 5 évenben már tudatosan készültem arra, hogy mit szeretnék csinálni. És ilyen rendszeresen jártam Amerikában, rendszeresen jártam nyárligára, rendszeresen tartottam a kapcsolatokat, elvégeztem egy ehhez kapcsolódó egyetemi képzést is, hogy így fogalmazzak, ami megtanultam ezeket a dolgokat, és amikor befejeztem a pályafutásomat... Ez Egyesült Államokban? Igen. Ott ezt oktatják? Vannak olyan kurzusok egyetemeken, ahol igen. Tehát ez a General Manager, Sportdirektor, Scouting Course, ilyen van. És ezt jó tanulni is egyébként, mert az ember úgy látja azt, hogy mi lesz, aztán gyakorlatban hozzáteszi az ember, amit tud és amit tapasztalt, és az adja össze együtt a képet. De akkor nagyon tudatosan kellett neked, ahogy mondod is, arra készülni, hogy ha befejezed az aktív sportolói pályafutást, akkor hogyan tovább, mert ugye gyakran előfordul, vagy sok sportolóval előfordul, hogy utána úgy nem tudom, elkallódik, és akkor nem tudja, hogy mi legyen. De te neked ez miért volt fontos, hogy előkészülj erre a pillanatra? Mert szerettem volna látni, és a legnagyobb motivációm ez volt, hogy miért nem maradtam tovább az NBA-ben. Tehát szerettem volna belelátni abban, hogy egy ilyen csúcsszervezet, mint az NBA és egy NBA csapat, mi alapján dönt, hogy rakja össze a csapatot, hogy kerül az a 15 ember, az kivételesen kiválasztott 15 játékos oda, hogy a világ legerősebb bajnokságába játszódjon, és hogy kerülnek ki onnan a játékosok, mi az útja ennek. És azt, amikor az ember játékos, akkor ugye azzal foglalkozik, belép a vonalak közé a pályán, hogy akkor megpróbálja megoldani azt, amit meg kell oldani, a feladatot, amit az edző kér, beáll a sorba, megcsinálja, végrehajtja. Nem igazán foglalkozik azzal, hogy mennyi minden történik. Megpróbálja, főleg az én részemről, amikor oda kerültem, és igazán nem is tudtam semmit az NBA-ről. Tehát nem is, azon kívül, hogy néztem én is a tévében meccseket, mint bárki más. És erre nagyon kíváncsi voltam, és ezért szerettem volna oda kerülni, valahol ezért is hagytam abba a játékot, mert jött ez a lehetőség, amikor egy úgymond internship programba bekerülhettem a ligába, hiszen rengetegen szeretnék bekerülni, tehát visszakerülhettem úgy, mint megfigyelő, és azért dolgoztam, hogy aztán utána hivatalosan kaptak szerződést, és stb. Kosarazgatsz még? Nem. Nem? Nem, egyáltalán nem. Egyáltalán nem? Egyáltalán nem. De miért? Mert egyébként magunk között szólva férfiaknál elárulható, hát egy 50 éves férfi ember vagy, aki egy komoly aktív sportolói pályafutást tud maga mögött, és láthatólag nagyon nem engedted el magad, tehát edzésben vagy. Igen, a kosárlabdát letettem abban a pillanatban, amikor befejeztem a játékot, és hiába hívtak, hogy vezessek le, játszom még ilyen alacsonyabb szint, soha nem motiváció a dolog, hanem inkább egyrészt a mozgás, a futás fölött volt az első, amit folytattam, hiszen abban a pillanatban nem szerettem volna, és hát lejártam konditeremben, meg olyan dolgokat próbáltam csinálni, ami úgy jobban érdekel. És ha meglátsz egy kosarat, meg egy kosárlabdát, akkor nincs ingerenciád arra, hogy megfogd és bedobd? Egész életemben kosárlabdát nézek. Tehát a mai napig is, tegnap este is meccset néztem, rengeteg mérkőzést nézek, rengeteg helyszínen vagyok. Már nincs ez, hogy nem ez az ingerencia az, hogy fölvegyem a labdát és bedobjam, hanem az, amikor az ember egy nagy mérkőzésre készül. Az, ami nagyon hiányzik. Tehát amikor tudja azt, hogy ma este egy döntő mérkőzés lesz, egy bajnoki döntő, vagy egy... Az adrenalin. Tehát ezt igazán semmi nem tudja pótolni. Tehát az, hogy tudja az ember, hogy mennyit alszik, hogy kell föl, mit eszik, mikor pihen, és hogy készül mérkőzésre, köti a cipőjét, melyik lábára veszi fel az első zoknit, melyik, tehát ezek a dolgok, ezeket semmi nem pótolja. Ez a mai napig hiányzik, de hát ezt tudomásul kell venni, hogy ez már a múlt. Az NBA-vel kapcsolatban szerettem volna azt megkérdezni, hogy azért az NBA az nyilván egy nagyon magas szintű sportszervezet, de ugyanakkor szerintem egy popkulturális termék is lett az elmúlt évtizedekben. Amikor ott voltál és benne voltál, akkor ebből lehetett valamit érezni, hogy ez nem csak... Te is szupersztárnak érezted magad? Nem. Nem csak a sportról szól, hanem ez annál több? Egyáltalán nem. Én egy porszem voltam a gépezetben, de örültem annak a porszemnek is, hiszen örültem, hogy ott lehetek, és örültem, hogy láthatom, hogy mi történt. Nekem nagyon nagy kontraszt volt az, hogy a magyar bajnokságból kikerültem Európába, és egy csúcsbajnokságba, vagy egy spanyol bajnokságba játszottam, vagy akárhol más, egy Euróligába, hanem itt játszottam Magyarországon, és a következő pillanatban pedig a Chicago Bulls csapatába, akik épp a 6. bajnoki döntőre készült. És tehát olyan nem tudom, hogyan szemléltessem ezt. Egyetlen. Amikor te kimentél, akkor Michael Jordan a Bullsnál még aktív volt. Igen. Tehát nekem akkora különbség volt, és nem volt menedzserem, aki elmondja azt előtte, hogy te figyelj, arra kell készülni, erre kell figyelni. Angolul beszéltél egyáltalán? Érettségiztem angolból, de hát ez annyit is jelent, amikor bekerül az ember olyan közegbe, ahol egyrésztről a kosárdának a nyelvezete teljesen máshogy használnak, ráadásul olyan akcentussal beszélik ugye az emberek ott, akik túlnyomó részben részt vesznek, amit meg kell tanulni, ott tudom megtanulni. Tehát ezzel volt problémám az első jó pár hónapban. De megmondom őszintén, ezzel nem olyan foglalkoztam, hanem néztem, amit az előttem álló csinál a sorba, azt próbáltam csinálni én is. Kivétel, amikor én kerültem az első helyre. Akkor voltam bajban, mert akkor elkezdték mondani az edzők, hogy akkor most ezt meg azt kell csinálni, akkor jó, próbálom, oké, mire emlékszem. Csak így történnek a dolgok nagyon gyorsan. Úgyhogy voltak ebben az elején sztorik, olyan dolgok, amik döbbenetek. És tényleg úgy képzeljük el akár a Chicago Bulls életét, mint mondjuk a Jordan filmben, ami most fut, vagy amit meg lehet nézni most ezt a filmet. Annál is inkább, hogy már én részesebb voltam annak a forgatásnak. Tehát én akkor voltam kint, amikor a Last Dance-et forgatták, aha, és az októberi campbe én részt vettem. Tehát én teljesen azzal a csapattal együtt készültem abban a hónapban. Sajnos nem mutattak többet abban az előkészületi szakaszból, mert akkor talán én is még a pályára léphettem volna, egyébként ezért kezdtem el nézni, hogy hát ha bevillan valami jelenet, amiben föltűnök. Nem, csak viccelek egyébként. Egyébként jó volt látni, mert tényleg olyan, mintha tegnap történt volna, és tényleg ugyanez volt. Abban az időben ugye a Bulls az egy teljesen más szinten volt, más bolygó. 5-ször nyertek, az volt a 6. év, amik elkezdtek. Tényleg szupersztárok voltak. És elképesztő volt, amikor már őszezon mérkőzésekre is mentünk. Tehát én egy ilyen Beatles turnéra emlékeztető, mert a szállodáktól a repülőterekig mindenhol több ezer ember állandóan várta a csapatot. Hát én vittem a labdát, meghoztam a bult, de ott voltam, de és láttam, ott, hogy mi történik. Igen. És ez bocsánat, azért nem, értem, de még mindig azt tudjuk mondani, hogy Magyarországról Dávid Kornél az egyetlen, aki eljutott az amerikai kosárlabda ligába, az NBA-be. Lesz egyébként megfigyelő úr Magyarországról következő Dávid Kornél? Akár a Dávid Kornél akadémiáról? Igen, jó lenne egyébként. Én bízom benne, hogy lesz, bár ebbe bízom már évek óta, és voltak is próbálkozások, tehát akik oda kerültek és oda kerülhetnek. Azt hiszem, most is van egy srác, aki oda kerülhet. Az Ádám, a Hanga Ádám se tett még le róla teljes mértékben, tehát azért vannak, és az NBA nyitott. Én azt hiszem, hogy amint lesz lehetőség, a következő is meg fogja próbálni. Sokkal másabb a rendszer, mint akkor abban az időben volt, és szerintem röviden belül biztos, hogy lesz következő magyar NBA játékos. Mit tanácsolnál annak, aki most kosárlabdázik, még egyébként bontogatja a szárnyait, de hogy mi a technika, amivel egyébként akár csak egy félig meddig el lehet oda jutni, ahová te? Hát nagyon sok minden kell azért hozzá, főleg nagyon sok lemondás, és főleg abban a korosztályban, amit ezt látom ugye az akadémián, amit most már 20 éve csinálunk Székesfehérváron, hogy pont az a korosztály, az a 16-tól 19 éves korosztály, ahol igazán nagyon sokat bele kell fetszölni abba, hogy nagyon sokat lemondással jár, edzeni kell, megszerezni az alapot. Akkor van az, amikor a gyerekek elpróbálják elengedni a dolgot, és kevésbé figyelnek rá. Ráadásul a mai világban ugye ez teljesen más generáció, annyi minden inger éri őket, amit régebben kevesebb ilyen inger volt. Ennek következtében ugye sokkal nehezebb ugye bennmaradni a terembe, akkor is edzeni, amikor éppen nincs edzés, lemenni futni, amikor nem látja senki. És az ember azt látja Amerikában, hogy ezek a szupersztárok, akik most már szupersztárok, de ők is, amikor nincs ott a kamera, ők is ezt csinálják. Tehát a mai napig. Tehát sosincs ott a kamera igazán akkor, amikor ők belteszik a nyáron azt a munkát, amit bele kell tenni. Azt a rengeteg erősítés, a technikai dolgokat, hogy ők a csúcson maradjanak. Te emlékeim szerint, amikor kim voltál, akkor a mai LeBron James mellett a másik ikonikus alakja a mai NBA-nek Stephen Curry, aki sok minden, csak nem kosárlabdás alkat. Tehát ő egy irányító, szerintem olyan magas, mint én, egy teljesen normális hétköznapi ember. Egészen addig, amíg kosárlabdát nem engedsz a kezébe. Emlékeim szerint te az édesapjával együtt kosaraztál. Ő akkor arra járt a környéken? Igen, ez érdekes, mert én amikor Raptorshoz kerültem, a Raptorsnál Del Curry, az édesapja Stephnek, akkor már kifelé menőben volt. Tehát egy idősebb játékos volt, ilyen veteránnak minősítik ezeket a játékosokat, az volt az utolsó éve. És minden edzés után ott volt egy kisrác, ugye, aki jött vele edzésre, meg minden, és akkor nem tudtuk, hogy hát persze nem tudtuk, hogy mi lesz belőle, de ő volt a Steph. Tehát én láttam nap mint nap őt ott edzés után dobálni, labdát vezetni, gyakorolni, meg minden. Egészen kis gyerekkora óta, abba a fél évben, amíg én a Raptorsnál voltam, majdnem egy évben, hogy ő már ugye szinte magába szívta ezt a kosárlabdát az apukája mellett, és hát aztán belőle egy olyan játékos, egy olyan fantasztikus játékos lett, amit mai napig is minden mérkőzésén csodálhatunk, hogy hogy hova került. Igen, ezt csak azért hoztam szóba, mert hogyha nézzük Stephen Curryt, aki pici gyerekként is már követhetetlenül pattogtatta a labdát. Persze kell a talentum is, de amikor a lemondásról beszélsz, hogy néz ki a jövőbeli Dávid Kornél az NBA-ben, ha ma 16-17 éves, hogy néz ki egy hete ahhoz, hogy bekerüljön oda? Ez csak az egyik része természetesen az, hogy lemondásokkal jár, hiszen minden lemondással jár, mint az ember. Mit nevezünk lemondásnak? Az, hogy az ember valahol tudatos legyen, hogy legyenek céljai, legyenek olyan dolgok előtte, amiért hajlandó megtenni olyat, amit más lehet, hogy nem tenne meg, mert el szeretné érni. És ez még nem garancia arra, hogy el is fogja érni, mert ide jön még a szerencse, ide jön a külső faktor, de legalább egy csomó más tényező. Ami rajta múlik, azt tegyen meg. Így van. Ez a lényeg. De a lényeg. Ez mennyiségben mi? Hogy él egy ember, aki ennek dedikálja az életét? A mai kosárlabdázó egyrésztről nagyon tudatosan kell élnie. Akkor még kevésbé volt ez. Tudatosan kell a táplálkozás, tudatosan kell a pihenés és a munka, nagyon fontos alvás, stb. Tehát egy csomó olyan dolog van, amit most már mai tudománnyal hozzátesznek ahhoz, hogy egy játékosból játékos váljon. Tudja azt, hogy jelen pillanatban hol van, mi az, amiben fejlődnie kell, mi az, ami meg kell tennie edzéseken kívül azért, hogy jobb legyen. Tehát sokkal tudatosabban kell élni, és ez nagyon nehéz. Tehát ez nem mondom, hogy ez könnyű dolog, főleg egy fiatal részére. Ez egy nagyon, nagyon, nagyon komoly dolog, és ez se garancia arra, hogy oda kerüljön. Ez csak egy fontos dolog, és ezt nem is azt akarom mondani, hogy így kell élnie minden fiatalnak, hogy oda kerüljön, mert van erre ellenpélda is, hogy van, aki olyan tehetséggel van megáldva, hogy ő minden nap pasztát eszik, vagy most akármit. És egyiket, hogy az előbb már említettétek a magasságot. Igen. Van alsó határ? Nincs. Tehát, hogy bár akár bárki. Hát én. Nincs, nem ez. Az adottságok, a született adottságok, az is természetesen egy tényező az egész képben. Amikor az ember megy a csarnokba, látja azt, hogy ki alacsony, ki magasabb, kinek milyen fizikai felépítése van, az egy adottság, az egyik tényező, de ez nagyon sok másik komponens jár hozzá, hogy egy egész képet kialakítsunk. Az biztos, hogy aki alacsonyabb, annak valamiben többet kell hoznia. Gyorsabbnak kell lennie, atletikusnak kell lennie, robbanékonynak kell lennie, erősnek kell lennie, jó kell védekezni. Tehát más szegmensében kell olyat mutatnia, ami őt egy elit szintre helyezi. Akkor van esélye, de nem lehet rámondani azt bárkire is. 170 centi fölött, vagy alatt, vagy 180. Ebből még a robbanékony tudom hozni. Dávid Kornél 2 leány és 2 fiúgyerek édesapja. Kosárlabda a családban? Lányom 17 éves, ő kosárlabdázik, ő az egyetlen. A 2 fiam még nagyon picike, ő belőlük még lehet majd kosárlabdázó. A lányom kosárlabdázik, remélem folytatni is fogja, de most van abban a korosztályban, amikor azért 17 évesen már azért sok minden más is, tanulás, jövőre jön az érettségi, van egy barátja, aki szerencsére ő is sportoló, úgyhogy ilyen szempontból most jó helyen van. Merre élsz? Hol laksz? Hol töltöd az idődet? Én Budapesten élek, és azért is Budapesten, mert rengeteget járok, én utazok, és Budapestről ugye hát a repülőtér közelsége azért az számít. Az ember hetente 3-4 napot külföldön van, akkor beleszámít minden egyes perc, amit meg tud az ember spórolni. Úgyhogy én itt élek a családommal, és... Meddig akarsz úton lenni, Dávid Kornél? Már sokáig nem. Mert amikor ugye kosárlabdáztam, akkor ugye a gyerekeimet pont a kosárlabda miatt, amikor ők nőttek föl, a 2 lányom, őket viszonylag ugye kevésbé tudtam közelről figyelni, hiszen vagy mindig utaztam, mérkőzés, edzés, ugye egyik országból a másikba, stb. Most valahogy ugyan ott vagyok azzal a különbségben, hogy van egy bázis, hál' Istennek, itt Magyarországon, és innen kell utaznom, és innen ide térek vissza, de az utazások már sokkal terhesebbek, mint régebben volt. A probléma mindig azt jelenti, hogy szeretem csinálni. Hát amikor az ember szereti csinálni, akkor nehezebben engedi el, mint amikor nem szereti csinálni. De valahol most már ki kell egyenlíteni a dolgokat, mert ugye a nagyobbik fiam, ő már 5 éves lesz, kicsi 6 hónapos, és most nem szeretném azt megint végigjátszani, hogy mindig csak képről ismerjenek, úgymond, mert annyit utazom. Szóval lehet, hogy egyszer csak már csak a tévé előtt fogod élvezni a kosárlabdát. Igen, így van. Csinálnál valamit másképp, ha visszagondolsz? Sok mindent másképp csinálnék, amikor kikerültem Amerikába, a mai tudásommal. De ezt mindenki elmondhatja, hogy már tapasztalt valamennyit, hogy máshogy csinálnak bizonyos dolgokat. Én azt gondolom, hogy amit tudtam, akkor megtettem, amit akkori tudásomnak megfelelő volt, azt én azt hiszem maximálisan megtettem azért, hogy oda kerülhessek, hogy sikeres tudjak lenni. Ma már a mai tudásommal egy csomó mindent hozzátennék ehhez a dologhoz, de hát akkor még nem tudtam, nem így éltem, és így abszolút nem is vagyok elégedetlen. Tehát amit lehetett, kihoztam belőle, ez így alakult, és örülök, hogy most is ott vagyok, és nézem azt, hogy hogyan lehetne, vagy hogyan tudnám segíteni a mostani csapatot. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Egy élmény volt belülről megismerni az NBA-t, és megtapasztalni, hogy milyen egy kém élete, aki egy ilyen ipari monstrumnak, mert hát az NBA az valójában egy ipari monstrum, végzi a fieldwork-öt, tehát azt a munkát, amiből utána a sztárok születnek. Nagyon örülök, hogy beszélhettünk. Köszönjük szépen. Köszönöm a meghívást. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.